Köszöntöm a kedves nézőket az NK Sportban. A mai témánk a vívás lesz, hiszen május 8-a és 9-e között rendezték meg a Magyar Egyetemi és Főiskolás Bajnokság vívó versenyszámait, ahol a soron következő kedves vendégeink, Zsolnai Luca és Major Mátyás, az NKS-e vívó szakosztályának kiváló tagjai, igen szépen remekeltek, és mindketten első helyezést értek el egyéni törversenyszámban. Ehhez engedjétek meg, hogy hadd gratuláljak és üdvözöllek benneteket itt a műsorban. Milyen volt maga a verseny? Hogy kell egy ilyen kétnapos megméretetést elképzelni? Elsősorban Luca, hozzád fordulni. Hát alapvetően ugye Debrecenben volt a verseny, szóval én a nagy cókmokommal lementünk vonattal, már este igazából, csak este érkeztem le, már ott volt az egyetemi csapat, az egy egyetemi csapatom. Az este igazából ilyen nagyon jó beszélgetős volt, tök jó volt arra, hogy jobban megismerjük egymást, és akkor másnap mentünk megint versenyezni. Igen. És akkor meg is lett tényleg az eredménye, ez tényleg, hadd engedjétek meg még egyszer gratuláljak. Mátyás, neked mik voltak a benyomásaid? Hát én vasárnap reggel indultam el csak lefele, úgyhogy nekem egy kicsit sietősebb volt az egész, és a csapattársaimat is, tehát a többi kurvinuszost is csak lent ismertem meg. Viszont nagyon pozitív volt az egész, nagyon jó hangulat volt, és egy jót versenyeztünk. Jó eredményekkel. Ugye itt ezt említettétek, hogy egyetemi csapat, tehát ti az, amellett, hogy az NKS-e sportolói vagytok, ugye a kvázi az egyetemeteket is képviseltétek, ami Luca neked a BME, illetve Mátyás neked a Corvinus. Egyébként ahhoz, hogy valaki első legyen egy ilyen versenyen, mi kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen szép eredményt elérjen? Hány győzelmet kellett eszközölnötök, mennyi megméretetésetek volt itt a hétvégén, vagy mennyi vívóval küzdöttetek meg, akár így is fogalmazhatok. Elsőként, Luca. Hát az idei verseny nem nagyon volt beharangozva, szóval alapvetően kevesebben voltak, mint általában szoktak lenni. De igazából szóval kicsi volt a mezőny, és egy normális versenyt vívtunk le. Volt egy kör, volt egy direkt kieséses tábla, és akkor ennek az lett végül is az eredménye, hogy nyertünk. Mikor kezdtetek egyébként el vívni, Mátyás? Neked mi volt tényleg gyakorlatilag mikor kerültél kapcsolatba ezzel a sporttal? Hát én másodikos koromban, az iskolába még annó jött két ilyen vívóedző, és ők tartottak ilyen játékos vívóedzéseket eleinte, aminek a végén mindig kidobós volt, és én igazából csak a kidobós miatt kezdtem el vívni. Mert nagyon élveztem ezt a végén. De tehát elsőként ilyen másodikos koromban, és azóta folyamatosan. Luca, számodra ez hogy nézett ki ez a történet? Hát én 2012-ben kezdtem, és nekem az egyik legjobb barátnőmnek a nővére vívott, és szerintem így az volt az első, amikor itt találkoztam ezzel a sportággal, és nagyon megtetszett, le is mentem az első edzésre, és majd rögtön szerelem volt, úgyhogy ezért is csinálom egy ideje. És Luca, nálad maradva, mikor kerültetek kapcsolatba, illetve akkor te mikor kerültél kapcsolatba magával az NKS-ével? Az előző egyesületből átjöttünk ide az NKS-ébe. Alapvetően én abban az időszakban, amikor ez megtörtént, én szüneteltettem a vívást, de amint hallottam erről az új egyesületről, az új lehetőségekről, rögtön így úgy váltam vele, hogy akkor újra elkezdem, és nagyon élvezem. Mátyás, számodra ez miként nézett ki, illetve hogy érzed magad az NKS-e sportolójaként? Hát ugye együtt jöttünk a Lucával a törekvésből, és nekem ez egy nagyon-nagyon motiváló erő volt, hogy végre olyan lehetőségek között tudunk edzeni, ami megfelelő a profi sporthoz, tehát addig maradunk, ameddig akarunk, kondi edző áll a rendelkezésünkre, szóval tényleg nagyon profi keretek között tudunk felkészülni a versenyekre, és látszik is az eredménye. Tehát mindketten már elég régóta űzitek ugye ezt a sportot, egyébként nehéznek tartjátok magát a vívást, illetve mire kell leginkább figyelni, Mátyás? A mentális és a fizikális felkészültségre szerintem egyformán oda kell figyelni, mert ugye egy nagyon nehéz sportról beszélünk.
Hát ez egy összetett sport, tehát tényleg mindenre oda kell figyelni, és itt mindenre megvan a lehetőségünk. Tehát mentáltrénerrel készülünk, kondiedzővel, a technikai részét pedig Lorenzo mutatja be nekünk. Luca, ehhez van-e valamit, amit hozzáfűznél, illetve azzal mindenképp egész is kikérlek, hogy mi fogott meg téged ebben a sportban? Alapvetően én lehet, hogy nem azt mondanám, hogy nehéz maga a sportág, hanem inkább az, hogy nagyon komplex, mint ahogy a Matyi is mondta, hogy nem csak azt számít, hogy fizikálisan mennyire vagy toppon, hanem nagyon, nagyon nagy részben fejben dől el azt, hogy egy versenyen éppen hogy alakul. Nagyon nehéz az, hogy folyamatosan kapsz egy túst, vagy éppen te adsz egyet, vezess sokkal, fel kell hoznod. Szóval tényleg én inkább így a mentális részére mondanám azt, hogy nagyon nehéz úgy ott lenni fejben, hogy végig koncentráld azt a 3, esetlegesen 15 percet. Nekem ez nagyon sokat jelent, hogy nem csak egy fizikális sport, mint mondjuk egy futás, hanem tényleg az, hogy gondolkodni kell közben, folyamatosan reagálni, reflex. Nekem szerintem, ami így megfogott, amellett, hogy ez egy egyéni sportág, és saját magamért tudok küzdeni, az, hogy tényleg mindenemet átmozgatja, szóval egy verseny után így teljesen kipurcanak mentálisan és fizikálisan is. És milyen célok vannak itt az elkövetkezendő időszakra? Milyen versenyek vannak kilátásban? Elsőként Mátyás, kérlek. Jelenleg most ugye az olimpiára edzettünk a Dósa Dani felkészülésével, viszont a későbbiekben lehet, hogy meg lesz tartva az Európa-bajnokság, és a következő szezon az már fog működni, ahogy eddig kinéz, és a felnőtt válogatottság jelenleg a cél, és a világversenyeken a minél jobb eredmények elérése. Luca, számodra mik ezek a célok? Bár gondolom hasonló. Hát én jelenleg nem vagyok ezért ennyire nagyra törő, mivel ugye újra kezdtem, ezért nekem így nagyon bele kell jönnöm így az új tanításba és az új rendszerbe, de értelmszerűen nekem is az, hogy minél előrébb legyek és minél jobb eredményeket hozzak, de mellett az, hogy egyébként élvezzem azt, amit csinálok. Ezekhez a célokhoz mindenképp sok sikert kívánok, és kívánom, hogy érjetek el mindent. Ennyi fér bele a mai adásba, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Kedves nézőknek is hálásan köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk máskor is, viszontlátásra.